Ebben a keszthelyi gumiszervizben még nincs tömeg, bár az időjárás hirtelen tavasziasra fordult, nappal meleg van, abroncscserére mégsem jelentkeznek be sokan. Úgy tűnik, hogy az autósok kitartanak március végéig, mert a szeszélyes április előtt jöhet még hó. Volt már ilyen. Az igaz, hogy jobb nyáron a téli gumi, mint fordítva, de figyelembe kell venni, hogy a melegben más a téli abroncsok tapadása. Sokan nem az évszaknak megfelelő gumit használják a gépkocsijukon. Az autógumi drága, és legtöbbször a pénztárcánk dönt. Téli abroncsnál előírás a minimális 4 mm-es profilmérség, tehát amelyik már közel jár ehhez az értékhez, azt nem célszerű eltenni a jövő évre. Esetlegesen, hogyha repedezettséget, vagy mit tudom én, akár már 10 éves az abroncs, akkor azt szintén javasoljuk, hogy ne tegye el, vásároljon helyette újat a saját biztonsága érdekében. A nyári gumi esetén is az elfogadható és ajánlott profilmélység minimum 3,5-4 mm. Figyelni kell arra, hogy nem csak száraz utakon közlekedünk nyáron. Fontos a jó vízelvezető képesség. Csak biztonságos gumikat használjunk az utakon. Akinek nélkülözhetetlen az autó használata, időben váltson az évszaknak megfelelő gumiabroncsokra. Nagyon fontosnak tartom, egyrészt a munkából kifolyólag kénytelen vagyok folyamatosan menni, ha tél van, ha nyár. A téli gumi az, ami azt szerintem a lehetetlen, hogy anélkül próbálkozzunk a mai világban. Hiába vannak enyhetelek, akkor is hideg van, hó eshet, eső eshet bármikor. A gyári guminél meg ugye az a fontosabb, a komfortot ad, és hát spórolunk is vele, hogy időben lecseréljük. Igyekszem én arra is, hogy az egész családot presszionálni, hogy időben a téli gumit, időben a nyári gumit felrakatjuk. Az abroncscsere az egyik, hanem a legfontosabb része a gépkocsink nyári felkészítésének. Minden felszerelés előtt alaposan nézessük át szakemberrel az abroncsainkat a lehetséges sérülések miatt. Vegyük figyelembe, hogy az autón kerekenként csak egy tenyérnyi felületen érintkezik a talajjal. Kis felületen kell biztosítani az autó irányítási és sebességváltozási feltételeit. Saját és mások biztonsága érdekében időben gondoskodjunk a megfelelő gumikról és azok cseréjéről.